We don't fight for a draw. We want to win this match, and I think it was a brilliant start. The two goals we conceded, we will talk about it during the week. It's too easy to get to get goals like this, but we will work on it. At the end, you have to see 5 games in a row not lost, and again we have the clear target, minimum place 4. Hope that Fradi will win the cup. The club want the title and want to go to Europe, but this is the only chance we have. So congratulations. I think today you could see a mentality team totally, and yeah, we have to take the point. Egyáltalán nem a döntetlenért küzdöttünk, hanem nyerni akartunk, és túl könnyű gólt kaptunk. A hét során is beszéltünk erről a fiúkkal, hogy ezt nem engedhetjük meg. Ettől függetlenül 5 veretlen mérkőzés, és ugyanaz marad a célunk, legalább a 4. helyet érjük el, reménykedve abban, hogy a Ferencváros megnyeri a kupát, és azt láthattuk, hogy a csapat megint csak megmutatta, hogy milyen karakterrel, milyen mentalitással rendelkezik, úgyhogy gratulálok ezért neki. Hát óriási csalódás számomra, mert a végén nem szabad ilyen hibát elkövetni, mert visszanéztük a 2 jobboldali védőnk, a Szolnoki, a Newyesz kilépett lesre, és az ellenféli 2 játékos viszont visszafelé belépett. Ott nem szabad ilyen 95. 6. percekbe kilépni lest jelezve. Kár az eredményért, mert egyértelműen jobbak voltunk ezen a mérkőzésen, és mi diktáltuk a tempót. Kicsit az első gól meglepett minket, mi hibánk után nagyon ügyesen előnybe került a Ferhei Fehérvár, de szerintem jó képüket mutattuk, egész mérkőzésen aktívak voltunk, veszélyesek. Hála Istennek Zahedi is megmutatta az igazi képét, és kezdi mutatni. Remélem ezt így is fogja folytatni, de ez a mérkőzés persze örömteljesebb azt, amit látottak alapján. Láttunk 4 gólt, sajnos én úgy érzem, hogy jobbak voltunk 1 góllal, de hát ilyen a foci. Hibáztunk az elején, hibáztunk a végén, az ellenfél megbüntetett minket ezért.